Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Honvéd stadionjából, az OTP Bankliga harmadik fordulójából, ahol a Honvéd együttese a Pakssal találkozik majd. Na, nézzük közben ezt a szögletet a 9. percben. Hát a hosszúra sikerül kifejelni a piros-feketéknek, nem jut azonban messzire, Szabó Bálint leveszi, és szappanos! A második paksi szöglet jól is jön az, és ott volt a fejes. Nem sokkal ment mellé, ha még a hosszú oldalon jött volna valaki a fehérmezes vendégek közül, akkor onnan közvetlen közelről be tudta volna tessékelni a kapuba. Tamás Vassal szemben megpróbálja egy-egyben megverni a védőjét, és át is hámozza magát, elesik, a játékvezető pedig sípol, és középre mutat, 11-es kap a Honvéd a 13. percben. Itt egy pillanatra azért úgy tűnt, hogy meg lesz Vasnak a labda, de tovább megy, és akkor jöhet a büntető, Lukics a 14. percben. Lukics nagyon-nagyon higgadtan, Rácz elment jobbra, Lukics meg begurítja középre. 1-0 a Honvéd javára. Büntetőből már megvan az első, Zsótér lágyan alányul, Vas fejeli ki, Bőle kezére pattant. Szurkolók ezt mondják, de is fújja a játékvezető. Ott a 16-os csücskénél ért hozzá. Szerinte bent volt, és Karakó nem is jön ki megnézni. 11-est ítél a Honvéd javára. A második 11-es jön a 19. percben. Vajon mit választ most? Rácznak már lehet gondolata. Lukics tehát 20. perc, és ezúttal a másik irányt választja a kapus, mint ahogy Lukics is. 2-0. Két meccsen egyetlen gólt sem szerzett a Honvéd, most 20 perc alatt 2-t. Balog. Haraszti újra Szabó Jánoshoz, Szabó balla a középre, ott a fejes! Haraszti robban be középen. Újabb lehetőség a vendégek előtt, de már régen volt paksi helyzet. Szemvezet a csapat. Na ez viszont most egy hiba. Az eddig jól játszó Tamástól Sajbán gurítja középre, szappanos véd. Varga érkezett, és ez bizony zicser volt. Lássuk tehát Harasztit. Ez most nem valószínű, hogy kapura tekeri. Inkább beadás lesz belőle. Haraszti lágyan, ott is van a beadás, és ott is van a gól. Varga a gólszerző. Legalábbis, hogyha jól láttam, ő volt az, aki berobbantott középen. Közben ápolni kell, mert hogy egy kispesti játékos és a kapus szappanos összetalálkoztak, és mind a ketten lent is maradtak. Itt most, ha 0-2-ről felállnak, akkor lehet, hogy elégedettek lesznek ezzel. Haraszti, ott a fejes, 2-2! Az 57. percben egyenlít a Paks. Gyakorlatilag 2-3 perc alatt ez a két gól, és mind a kettőt Varga szerzi, mind a kettőt fejjel. A harmadik gólja most már Varga Barnabásnak. Bedobást követően újra be lehet adni. Ez is pontatlan, Kádár, viszont ellenfélhez. Húha. Nem tudom, mi lett volna a lövés esetleg Tamástól, így viszont lecsorog, és ott a helyzet, Enin elpuskázza. Tisztán lehet beadni, jön is a labda középre, Plakuschenko még egyel tovább, Zsótér ballal, Osváth az utolsó pillanatban vetődött közbe. Szó nem lehet a hazai drukkerekre, végig tapsolnak, énekelnek, jó hangulatot teremtenek, még akkor is, hogyha nincsenek azért annyira sokan Bozsik arénában. Ott van még a 16-oson belül egy lövés táborról, gól! A csereként beállt Keresi góljával újra vezet a Honvéd. 3-2 a 73. percben. A kapufát is érintette, és úgy pattant be Keresi Zalán lövése. Lesz-e válasz megint a paksiak részéről? Lehet akár, mert hogy kiharcolnak egy szabadrugást. És a rögzített szituációkból jönnek a paksi lehetőségek, helyzetek. Plakuschenko pedig azonnal piros lapot kap.
Az viszont egy jó kiugratás, és mehet Keresi. Keresi bal lábán a labda. Keresi ellövi. Elmegy keresztbe a kapu mellett, még az elég messze. Szabó csúsztatja meg, Sajbán. Elesik a 16-oson belül, 11-es. A 95. percben a paksiak is kiharcolnak egy 11-est. Jogos azonban a büntető, és be is lövik a paksiak. Varga! Mester 3-as. 3-3. Ez egészen elképesztő. Itt az utolsó pillanatokban nem volt kapura lövése sem ember előnyben a paksiaknak. 3-3 így a végeredmény, a Honvéd továbbra is nyeretlen, de legalább van már egy pontja, a paksiak pedig továbbra is veretlenek.